Sziasztok, a mai részben a Splitfire LMG-ről lesz szó, amely egyelőre a játék egyetlen Light Machine Gunja, és hát remekül lett kitalálva, azt kell, hogy mondjam, annak tekintetében, hogy LMG révén mégse legyen kiemelkedően erősebb a többi fegyvertől, de ez ne jelentse azt, hogy ne is érje meg használni. Véleményem szerint egy iszonyatosan skilles fegyver, mert jól kezelni és használni nagyon sok gyakorlást jelent. Kezelni egyrésztről a visszarúgását kell, mert akkor csillapodik, ha minél több ideig tüzelünk vele egyhuzamban. Ezáltal a más játékokban begyakorolt ilyen pötyöktetés gyakorlatilag el is felejthetjük, úgyhogy tunkolni kell, mint Rambó, és csak akkor csillapodik a visszarúgás, viszont ez nem jelenti azt, hogy lézerpontosságúvá válik egy idő után, hanem csupán annyit ér, hogy a nagyon rángatósból kapunk egy kevésbé rángatós fegyvert. Használni azért nehéz, mert az igazi ereje abban van, hogy a Rodeo damage-e kiemelkedő. És pikpak le tudjuk reszelni a titánokat, viszont ehhez oda is kell jutni a titán hátára, és ehhez jó parkour skill-ek kellenek, hogy nehogy eltapossanak minket, illetve jó helyzetfelismerés, hogy nehogy lelőjenek minket a titánokról, tényleg akkor lőjünk, mikor tiszta a terep, és ehhez jól kell felismerni az adott helyzetet. És pilóták ellen mind közelre, mind pedig távolra hátrányban van a többi fegyverhez képest a Splitfire LMG, de mégis, ha valaki megfelelően kezeli és jól pozícionálva használja a magas Rodeo damage-ét és a kiemelkedő tárkapacitását, akkor nagyon sokat lehet vele ölni, ugyanis titánok nem lesznek ugyebár a pályákon, ha természetesen nem hagyjuk őket, és ilyenkor a pilóták szabad prédák. Viszont az egyetlen fájó pont szerintem a fegyvernek, vagyis magának a játéknak, hogy nem tudunk objektíveket, falakat, sőt egymás háta mögött lévő ellenfeleket átlőni, ugyanis a golyóknak Titanfall-ban nincsen ilyen képességük, ezáltal a kodban megszokott LMG falátlövési képességeket itt nem tudjuk felsorakoztatni, pedig tényleg akkor lenne igazán pikáns maga a fegyver is. Sebzése 70-től 45-ig tart, ami így elsőre jónak is hangozhatna, ha egy fegyvernek csak sebzésértéke lenne, de az alacsony tűzgyorsaságával, alacsony range-ével és a nehéz kontrollálhatóságával tényleg nem veszi fel a versenyt sem közelre, se nem távolra a többi fegyverrel. A legoptimálisabb a középtáv, ahol érdemes is csatába bocsátkozni. Ezért is mondottam a videó elején, hogy okosan kell vele pozícionálni. Van még egy opció közelre, ahol lehet esélyünk a többi fegyver ellen, de ahhoz fejre kell célozni, az meg merőben más tészta a Splitfire-nél, inkább egy lottó sorsolásra hasonlítanám, ezért is kell vele sokat gyakorolni, hogy ezeket kiismerjük. Nem mellesekkozon, el sem tudom képzelni, hogy ott hogy lehet ezt végrevinni, de én PC-n játszok, hál' Istennek. Tehát, térjünk vissza a témára, a testre 3-5 találat szükséges, fejre pedig 2-3, tehát láthatjuk, hogy fejre elég jó sanszunk van, hogy hamarabb terítjük le az ellenfelet, mint ők minket. De azt muszáj megjegyezni, hogy a játékosnak 200 HP-ja van, azért Titanfall-nál ezt meg kell jegyezni. Titán sebzése 50-től 35-ig terjed, viszont a Rodeo damage-e 200, ami alapvetően jónak mondható, és a magas tárkapacitásával akár így is le lehet titánokat pusztítani, viszont létezik egy olyan kiegészítő, amely pillanatok alatt végez a titánnal, akár még az elektroszmók halálos sebzése előtt dumolhatjuk az áldozatunkat, és egyszerűen ez a kiegészítő zseniális. És emiatt nyer a fegyver értelmet, pontosan nem tudom, hogy ilyenkor mennyit is sebez egy-egy töltény, de nem lepődnék meg, hogyha 200-nak a 2-3-szorosát veszi ilyenkor a játék. De láthatjátok is a videómban, hogyha rákerülök egy titánra, az már mehet is a vastelepre azzal a lendülettel. Viszont ha a kritikus pontján találjuk el a titánt, akkor alapvető titán sebzésének a kétszeresét számítja ilyenkor a játék a titánon. Most jön az a táblázat, ahol a fegyvernek a gyenge pontját láthatjuk. Gyenge pontja itt igazából, ugyanis a range elég harmad gyengus, 19 méteren belül sebzünk 71 csupán, és a tűzgyorsaság is igen gyatra, épp hogy több a pisztolyokénál, és minél többet lövünk a fegyverrel egyhuzamba, ugye annál pontosabb, ezért a tűzgyorsaság egy sarkalatos pont a Splitfire LMG-nél például.
Az újratöltési sebessége Titanfallhoz nézve lassúnak számít, viszont LMG-hez és tárkapacitáshoz mérten piszok jó eredmény, főleg, hogy kodból jöttem úgymond, és ott piszok lassan lehet újra tölteni egy-egy ilyen fegyvert, 6 másodperc is lehet, hát gondoljunk bele, 6 másodpercig védtelenek vagyunk. És hát mondanom sem kell, hogy Extended Clip mind kiegészítő teljes mértékben felesleges, mert akkor nem tudjuk használni a Slammert, amivel titánokat tudunk dummolni másodpercek alatt. És hát utolsó táblázat, magáért beszél, egyértelműen ezzel a két kiegészítővel kell használni a fegyvert, HCOG és Slammer. És futhat az összes titán ki, merre lát, egyértelmű. HCOG-gal a fegyver becélzási sebessége begyorsul, ugyanis a többi optikai kiegészítővel kicsit lassukás. Nem véletlenül ezt a célzásra segítést lehet a legnehezebben beszerezni. Illetve Hipfire-ben a fegyver nem mondható pontosnak. Viszont ha kodból indulok ki, és ahhoz viszonyítok, akkor azt kell, hogy mondjam, meglepően jó a Hipfire-re, de érdemes esetleg googolva és becélozva lőni, ilyen helyzetben a maximális pontosságot érjük el a fegyvernél. De ha levegőben akarunk vele lőni, akkor az egyik legpontatlanabb Titanfallban, úgyhogy igazából ennyi is lett volna a Spitfire LMG, szerintem egy igazán jó fegyver, és pont hogy a titánok elleni tulajdonsága fogott meg ennyire, viszont ha azt a trükköt alkalmazzátok, hogy egy Grantot lelőttök, és a másodlagos fegyver helyére felveszitek azt a fegyvert, ami droppolt, ami mindig egy R101C, akkor lehet úgy is megközelíteni ezt az LMG-t, hogy egyfajta anti-titán fegyver, és rodeózva a konzernyitóként használjuk, azután pedig a pilótákat a sokkal pontosabb R101C-vel levadászuk, és ez is például egy járható út akár. Úgyhogy ennyi voltam, sziasztok!